Mint generál kivitelezőnek mindig nagy öröm és megtiszteltetés sportétesítményt építeni a jövő nemzedék sportolói számára. Itt a világon is egyedülálló, bentlakásos, edző és fejlesztő központ létesül, mely projektnek köszönhetően Sukró és Ferenc válhat Magyarország kajakos utánpótlás központjává. Volt csongrádi kajakosként és építészként külön megtiszteltetés, hogy részt vehetek Magyarország egyik legeredményesebb sportágának jelen beruházásában. Pontosan egy évvel ezelőtt, 21. november 25-én, Katalin napon a Sportakadémia alapkő letételét tartottuk meg. Most egy év elteltével az épület bokréta ünnepére gyűltünk össze. Nem volt vita a tekintetben, hogy a kajakkenu sportágnak az első kalapban a helye, hiszen évtizedek óta stabilan hozza a kiemelkedő eredményeket. Egészen elképesztő tény, hogy 2000 óta minden nyári olimpián a legtöbb aranyérmünket a kajakkenu versenyzőinknek köszönhetjük. Mielőtt azonban bárki azt gondolná, hogy akkor most elégedetten hátradőhetünk, fontos látni, hogy még az egyik legsikeresebb sportágunk is soha nem tapasztalt kihívásokkal áll szemben. A jelenkor fiataljainak megnyeréséhez ugyanis önmagában az eredményesség már nem elegendő. Márpedig az új sportirányítás egyik kiemelt célja, hogy a fiatalokat elcsábítsa a különböző elektronikai és egyéb eszközök nyújtotta passzív szórakozástól, és a sportolás által egy olyan alternatívát biztosítson a szabadidő eltöltésére, amely az egészségük miatt is fontos. Fontos célunk, hogy Magyarország sportnemzet és egyúttal sportoló nemzet legyen. Ehhez pedig sportszerető embereket kell nevelni gyermekeinkből. Az akadémia sikerességének azt gondolom, hogy van egy másik záloga is. Méghozzá a névadó elnöke, Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok kajakozó, akinek tudom, hogy minden álma visszaadni mindazt, amit a sportágától kapott. Éppen ezért most az akadémia vezetőjeként is a legjobbra törekszik. Még aktív versenyzőként az alábbiakat mondta. Nyerni szeretnék, teljesen mindegy, hogy hány aranyam van. Számomra az jelenti a motivációt, hogy évről évre legyőzzem a világot. Ez a szenvedély, ez a céltudatosság, ami azóta semmit sem változott, és biztos vagyok benne, hogy győzelemre fogja vinni az akadémiát, és ezáltal a magyar kajakkenu sportot is. Ádám nem mondta el nekem, hogy milyen szöveget fog mondani. Megmondom őszintén, hogy nagyon megható volt, és köszönöm szépen. Talán nem árulok el nagy titkot azzal, ha elmondom, nem először járok itt az építkezésen, de minden egyes terepszemle egyeztetés számomra olyan, mint egy varázslat. Őszinte lelkesedéssel szemlélem, ahogy hétről hétre újabb elemek kerülnek a helyükre, újabb épületrészek nőnek ki a földből, és ha visszagondolok arra, hogy egy évvel ezelőtt az alapkőletételkor még egy rendezvénysátorban áldogáltunk itt, akkor tényleg igazi csodaként élem meg ezt a beruházást. Talán önökben, a beruházásban résztvevő szakemberekben, a VHB minden egyes dolgozójában is hasonlatos lehet az érzés, felemelő, lelkesítő, motiváló, ahogy minden szépen a helyére kerül. Hiszen létezésünk nem álom, hanem maga a valóság. Néhány száz méterre innen, az építkezés szomszédságában gyerekek sokasága végzi el a mindennapi edzés munkát. Ahogy az alapkőletétel során már megfogalmaztam, jó értelemben vett irigységgel szemlélem a ma sportoló fiatalok lehetőségeit, jó látni, hogy módszertani központunk kutatásai, az ott dolgozó szakemberek tudása és eszközparkja milyen erős fejlődés irányokat mutat sportágunknak.